Isten hozta hát ennek a költőnek szobrát a rokon népek panteonjában. Szívből köszönöm Lantos Györgyi művésznő nagyszerű alkotását, amely ezúton is gratulálok. Bízom abban, hogy a költő dicsőségéből egy sugárka nekünk az emléke és életműve előtt fejet hajtó magyaroknak is jut majd, amikor megállunk-e szobor előtt olykor, hogy a szemébe nézzünk egy évszázadokkal ezelőttét költőnek, akivel szegről végről rokonok vagyunk. Дорогие братья и сестры, именно так я хочу обращаться к вам. Сегодняшнее мероприятие еще раз доказывает, что у нас было общее прошлое и у нас общее будущее. Сегодня Низами Гянджавы живет в Венгрии из-за того, что есть такие великие венгерские люди, как господин Лежак и его семья. Низами Гянджавы в Магиарусагон is jelen van olyan gyönyörű, nagyszerű embereknek köszönhető, mint Lezsák Sándor úr is kedves neje. Находясь здесь, увидев венгерские кони, венгерскую деревню, вас, очень простых людей, семью господина Лежака, я понял, что у нас реально одинокий, у нас реально однокорен. És itt tartózkodva a mai nap, megismerve ezt a vidéket, megismerve ezeket a létesítményeket, ezeket az embereket, akik itt jelen vannak, én még egyszer megbizonyosodtam benne, hogy valóban közös gyökereink vannak. Éppen a költőnek a hite belső ereje, képes beszéde, és az a világ, amit ő képviselt, erősített, abból épülhetett az azeri nép, és építkezünk mi is. Hiányzik még három szobor, hiányzik a török, hiányzik az üzbég és a türkmén népnek képviselője. Én nagyon köszönöm Györgyinek, Lantos Györgyinek a szobrot, és köszönöm mindazoknak a munkáját, akiknek a munkája itt van a Hungarikum Ligetben. Köszönöm.